Jó szórakozást! Hallgassátok csak, milyen gyönyörű a haragszó! Az ébredő párizsi életre kél, a zeng a Notre Dame! Hello, Belle! Bonjour, Gaston! Bonjour! 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 Nagy tálca kiplit hoz a pék, mint mindig, és csupa édes illat száll. Aztán tudjátok-e, hogy nem maguktól zengenek ám a harangok? Igen! A fenébe! Ezt a fejezetet mindenki tudja. Vándorok hajóztak titkon a Notre Dame felé. Megérkeztünk Párizsba, ide a négyezüstre. A vándorok csapdába estek, mert a parton egy zord férfi állt. Hé, te meg mit rejtegetsz? Lapad valamit, mi más? Vessétek tömlözve, az egész van be. Jó reggelt! Fúj! Egyszerűen nincs kedvem nézni a karnevált, és kész. És ahhoz sincs kedved, hogy részt vegyél benne? Ilyen tökkel ütös rács se terem minden toronyban. Elmondjuk lassabban, jó? Mint pártfogóid ragaszkodunk hozzá, hogy részt vegyél a karneválon. Hogy én? Nem, a római pápa persze, hogy te! Megkóstolhat számos sajt különlegességet. Igazatok van. Jó reggelt, Quasimodo. Mondd csak, kivel beszélgetsz te itt? A barátaimmal. Értem. Mit szólnál, ha átismételnénk az ABC-t? Oh, nem. Mit mondtál? Nem. Arcátlan bitang. Pár évtizedre elmegy az ember, és rögtön átépítenek minden. Majd én Móresre tanítalak, paraszt. Oh. Újat húzol velünk! Aki lesz, ül! Egyszer lerólam ezt a lófart! Látom, hogy nagyon elfoglalt, de azért elkísérne az igazságügyi palotába. Micsoda nő! Szörnyű egy alak, az utcán mindig produkálja magát. Parancs szerint szolgálatra jelentkezem, uram. Tudja, a kegyelmed elődje sajnos nem váltotta be a hozzáfűzött reményeket. Elvitte a fejét a 88-as úgy 6 héttel ezelőtt. Nem mondd, hogy rémes. Mi tartalékban tartjuk magunkat, akkorra, ha a németek ellentámadást indítanak, amely Párizs, sőt, netántán New Yorkot is fenyegeti. Félreérthetetlenül fogalmaz, uram. Nyertél! Tényleg? Quasimodo. Ó, gazdám, nem is számítottam rá, hogy eljössz. Jól értesz hozzá, hogyan kell bűnös gondolatokat ébreszteni mások fejében. No, de se baj. Első ász, oké? Melyik nagyobb, az ász vagy a király? Te vagy a lágyul! Istenem! Stromboli! A világ első bábművésze! Egy bábos, te cuki! Azonnal takarodj le onnan! Razárdóját! Ide most sok rémes poppat orszőkkel! Ki legyen a fővalant idén! Ez az igazi orc! Egy torszület! Ez a pupos harangozó a Notre Dame-ból! Hát ez mi? Az ott a földgömb! Ugyan már? Hát nem lapos a föld. Tűnj el, te idióta! Jami-hé! Koszunkánság! Nézze ezt a szemérmetlen komédiát! Hőbusz kapitány, fogja el! Kedvelem magát, kapitány. Menjünk! Te! Csak nyugalom, ma már borotválkoztam. Gillette. Férfiasan tökéletes. Miért? Például ezért. A javát a végére tartogattam. Örökké el tudnám nézni. Menj innen, katona! Mondd meg Esmeraldának, hogy nagy szerencséje van. Miért? Mert ilyen barátja van, mint... Én... Kegyelmes uram, a cigánylány megszökött. Köszönöm a jó hírt! Ki van rúgva? Jó reggelt, uram! Egész reggel kerestem. Kikapcsolták a telefonját? Jól van, uram. Volt egy kis gondom a kandallóval. Egy tűz! Értem. 20 ezüstöt kap, aki elvezet Esmeraldához. Ezeket mind te magad csináltad. Ilyen kezdetleges a modell. Még nincs kész, még be kell festenem.
szélmalom! Toki! A szélmalom! Milyen kár. Mellettem ragyogó karriert futhatott volna be. Ő főbusz. Megsebesült, és neki is bujkálnia kell. És mit kell csinálni a sebbel? Le kell pisilni. A mindenit. Kérlek, rejtsd el. Tűvé tettük a város, de a cigánylánynak nem akadtunk nyomára. Ugye, tréfál? Ki van rúgva? Mennyi sok haram. Ja, nincs kirúgva, jöjjön ide! Jön Frollo! Mennetek kell! Gyertek gyorsan! A déli torony felé menjetek! Hók, hall engem! Gyorsan! Kimentés a déli toronyból! Értettem, uram! Megyünk! Egy pár csikorgó cipő közeledik. Oxfordi cipő. Milyen színű a cipő? Fekete! Kedves fiacskám, hoztam egy kis csemegét. Nagyon finom. Ó, gazdám! Boszorkányság! Na de se baj. Majd én megvédelek, fiacskám. Vacak évjárat. Mit mondtál? Semmi. Az a gyanúm. Te rejtegetsz előlem valamit. Ó, dehogy, gazdám! Mit szólnál, ha átismételnénk az ABC-t? D. Dicsőség. E. Égi dicsőség. Helyes. F. Főbusz! A délcek főbusz kapitány, aki a kedvünkért visszatért a halálból. Örülök, hogy itt történt, kegyelmes uram. Mire készülsz? Megtudtam, hol van a Cseri templom. Holnap virradatkor lecsapok rá 1000 katonával. Napkelte előtt meg kell találnunk a csodát. Palotán. Ja. Mi ez? Ez a város. Mi az, hogy ez a város? Ez egy térkép. Egy térkép? Jól van, rendben. Ha szerinted térkép, helyes, legyen térkép. Van itt valami felirat. De vajon mit jelenthet? Nem tudom. Igen, a legegyszerűbb, ha lemegyünk ezen a lépcsőn. Gratulálok, sikerült megtalálnotok a búvó helyünket, de fájdalom, nem lesz rá módotok, hogy kifecsegjétek a titkot. Gyülekező testvéreim! Van egy függő üdünk ma estére, szólít a kötelesség. Megáll! Ezt az egy kívánságot nem tudom teljesíteni. Holnap egy kis örömtüzet gyújtunk a templom téren, tekintsétek magatokat meghívott vendégnek. Kókember! Mit művelsz? Az egy darab az árgó árbócából! Az ég! Fejünkre esik az ég! Adom a jelek meg! Páris polgárai! Az emberiség kijelentette, nem tűrünk el némán a semmiben! Ha el kell vesztünk, harcban vesszünk el! És beszállt a meccsbe! Dio, fogjátok a gerendát és törjétek be a kaput! Hazavel! Hazavel! Gyerünk! Hazavel! Hazavel! És lám csak visszatértem a halálból. Egy újabb csoda. Sikerült, Esmeralda! Esmeralda. Boszorkányság. Az nem lehet. Tudom, mennyire fáj. De most megeszek. Halálos bűn, ura! Akkor tüzében fog pörkölni. Munka volt, kapitány. Lángokban áll az egész templom. Ne nekem köszönt, hanem Quasimodónak. Istenem! Te vagy a lányod!